Elszabadultak a fölösleges energiák a Kúten utcai óvodában. Ez ilyenkor farsang idején illő is, de arra senki nem számított, hogy a rövid riport közben még a mesekönyv is hanyatt esik. Tessék majd nézni a kép bal oldalát. A gyerekek és a felnőttek jelmezbe bújva búcsúztatjuk el a telet, és különböző játékos feladatokkal, énekléssel, verssel próbálunk elköszönni ettől a zord időszaktól, és nagyon várjuk a tavaszt. Bár az idei tél sem volt fogcsikorgató, nem fagytak oda a farkasok a fákhoz, a tél előzéséből jó, ha mindenki kiveszi a részét. Itt egy Super Mario, Batman, pókember, és persze számtalan királylány, hercegnő is. Évekig a fiúk körében a mai meséknek megfelelően a Batman, a vasember, hál' Istennek egyre több saját kézzel készített jelmezt láthatunk. A fiúknál a tűzoltó jelmez, a rendőrjelmez, a harcos jelmezek a legdivatosabbak, a lányok körében természetesen a királynői maskara a legnépszerűbb. Nálunk már hagyomány a Kúten utcai óvodában, hogy az öt csoport a délelőtt végén egy közös ünnepléssel búcsúzik el a téltől, ami a tornateremben történik, és akkor inkább mi készültünk a gyerekeknek, a nagy-nagy kedvencük ez a konfetti kilövés, és ezt várják borzasztóan minden évben. Egyébként folyamatosan zajlik a farsangra való készülés mellett a egyéb szakmai munka is. Az elmúlt napokban Lázárné Popovics Anikó kolléganőmnek egy bemutató foglalkozása volt a Fiúról a Pára program keretén belül, ahol a környezeti tehetségműhelyével a naprendszer témában egy remek bemutató foglalkozást tartott. Angyal és boszorka versenyez csoki karika evésben. Minden játékos feladatból többet kellett vállalni, hiszen az influenza járvány miatt az óvodába járó 106 gyermek közül csak 70 tudott jelmezbe bújni a farsangi mulatságon. Hogy mennyire sikerült a kutenúti óvisoknak a télűzés, annak hatékonyságáról önök is meggyőződhetnek, ha kinéznek az ablakon, vagy kimennek az utcára.